Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Ebben a videóban meg fogunk nézni egy érdekes hírt arra nézvést, hogy az összes amerikai elnök valójában rokonságban áll egy bizonyos első János angol királlyal, illetve a nagy többségük az egymással is közelebbi vagy távolabbi rokoni kapcsolatban van. Ez csak annyira egy összeesküvés elmélet, hogy a Daily Mail szintén beszámolt erről a hírről, de egyébként az NBC is számos egyéb weboldalt meg fogunk nézni majd ezzel kapcsolatban. Ez 2012-es, ez a hír, egy 12 éves lány létrehozott egy családfát, és mind a 42 amerikai elnököt valójában 42-t a 43-ból visszatudott vezetni, János királyhoz, aki Angliának volt az uralkodója, és 1215-ben aláírta a Magna Carta. Mielőtt nekivágnánk ennek a videónak, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok, Infobaba, illetve Yahoo útja néven, a TikTokon, Instagramon, Youtube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Már évekkel ezelőtt készítettem én egy videót az Illuminati család néven, ahol bemutattam, hogy az amerikai elnökök egy része rokoni kapcsolatban áll egymással, de nem csak ők, hanem a hírességek, akiket az emberiség imád, legyenek ezek szórakoztatóiparban, filmsztárok, zenesztárok, rengetegen közülük rokoni kapcsolatban állnak egymással. És mondhatnánk azt, hogy ha eléggé visszamegyünk az időben, akkor persze, Találhatunk közös kapcsolódási pontot szinte mindenkivel, ami nyilván nem igaz. De hogyha leszűkítjük mondjuk a földrajzi területet, akkor esetleg mondjuk országon belül. Szomban szóval én mégis érdekesnek találom ezt a hírt, aztán mindenki majd eldönti magának, hogy mihez kezd ezzel az információval. Bevezetésként már csak annyit, hogy én úgy gondolom, hogy ez is alátámasztja azt, hogy igenis a világot háttérből irányítja egy sötét erő és ezek az emberek együtt dolgoznak az ellenséggel annak érdekében, hogy megtévesszék az emberiséget, és igen, sikeres az, amit csinálnak. Visszatérvén ide a Daily Mailhez arról kérdeznek minket, hogy az uralkodás az vajon a genetikában, vagy a génekben található-e. Ez az első mondat, amit itt olvashatunk. Minden elnök egy kivételével közvetlenül leszármazottja egy középkori angol királynak, ez ugye a korábban említett János. Még az újságcikk is egy kiemelkedő felfedezésnek állította be a 12 éves Bridgen Davignonnak, aki létrehozta az amerikai elnököknek a családfáját, melyből kiderült ez a fejlemény. Itt látható ez az primitív változata ennek a családfának, magyarul egyébként föld nélküli Jánosnak nevezi a történelem, ezt a János királyt, ahogy mondtam, a Magna Kartát 1215-ben ő írta alá. Állítólag a 80 éves nagyapja segített a kislánynak, és több mint 500 ezer nevet néztek át számos hónapon keresztül, mire eljutottak eddig a családfáj. 2010-ben az NBC már arról beszámolt, ugye két évvel az előző cikk előtt, hogy Barack Obama és Dick Cheney távoli unokatestvérek voltak. Azt hiszem, hogy én is ezt abban a videóban bemutattam, ami azért érdekes, mert akkor ez egy kis család lényegében. Nézzetek egy weboldal, melynek a neve az familypedia.fandom.com, és itt bemutatják az amerikai Egyesült Államok elnökeinek nemzetségi táblázatát, illetve rokoni kapcsolataid. Itt ugye kezdik a közvetlen leszármazással, ami három pár apa-fiú elnököt mutat be. Mielőtt részletesen ezt megnéznénk, például Theodore Roosevelt és Franklin Delano Roosevelt ötödik unokatestvérek voltak, azonban Franklin Delano Roosevelt felesége, Eleanor Roosevelt, az Theodore Rooseveltnek volt az unoka huga. Tehát valóban még csak a családban is házasodnak ezek az emberek. Mint ahogy az mindvégig volt a történelem során az uralkodó osztályoknál, ezt ismerjük a középkorból különösen, hogy az egyik uralkodó elvette a másiknak a lányát, aztán az a fiát hozzáadta, azért, hogy a birodalmat egyesítsék, illetve megszilárdítsák a külpolitikai kapcsolatokat a szövetségesekkel. Most nyilván hosszú lenne felsorolni ezt az egészet, azonban ha valakit érdekel, megtekintheti ezen a weboldalon. Másodunok a testvérek, például ez a három pár, aztán harmadunok a testvérek, egyedunok a testvérek, ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik, és a többi, és a többi egészen a tizedikig hogyha tovább megyünk, és nem azt vizsgáljuk, hogy az elnökök egymás közt hogyan állnak ezzel a rokoni kapcsolattal, akkor láthatjuk, hogy az angol királyi családhoz is kötődnek. Például George Washington, Thomas Jefferson, James Madison, James Monroe, John Quincy Adams, ezek mind Edwardnak a leszármazottjai, ugye első, illetve harmadik Edwardnak. Igen sok a rokoni kapcsolat még a brit királyi családdal is az amerikai elnökök részéről. tovább vizsgálódunk, láthatjuk, hogy a Santa Cruz Sentinel.com weboldal is közölte ezt a hírt, sőt úgy tűnt az előbb, hogy ez még hamarabb, mint az NBC. És ami érdekes ezzel a, a János királya a kapcsolatban, az az, hogy ő volt a főgonosz a Robin Hood mesében. Tíz éves korában kezdte el ezt a projektet, és 12 volt, mikor befejezte, úgyhogy elég sokat dolgozott ez a lány, mire ezeket az információkat előkutatta. János Király egyébként ezzel a Magna Kartával lefektette az amerikai demokráciának az alapjait is, valamint segített megalakítani a brit parlamentet. ahol ez egy igen jelentős történelmi személyiség volt. Létezik egy weboldal, aminek a címe itt úgy van, hogy Free Pages rootsweb.com, az elnöki unokatestvérekről beszélnek, és elmondják, hogy mind a 45 elnök az egymás a rokonságban áll. Láthatjuk felsorolva az elnököket, és hogyha rákatintunk erre a linkre itt oldalt, ami a kapcsolatot hivatott nekünk bemutatni, akkor az elvisz minket erre a gw.genienet weboldalra, ahol meg is lehet nézni, hogyan alakul ez a családfa, az egyes elnökök, illetve a János király között. Ez most éppen Dwight Eisenhowernek a családfája és János királytól 1166 és 16 közöttől haladunk sorban Dwight Eisenhowerig. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni az infobubble.hu, illetve a yahuautja.hu weboldalon, ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm! Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja Egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo útja összes felületén az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig.